történelmi apróságok. Testvérgyilkos uralkodók A trónért való tölekedés közben sok esetben kerültek szembe egymással a testvérek, és számos esetben előfordult, hogy egyáltalán nem kímélték egymást. Nézzünk erre néhány példát. Romulus és Rémusz Romuluszt és Rémuszt a Tiberiszbe kellett volna folytani a szolgáknak, de ők egy kosárban a vízre tették a fiúkat, majd amikor partra vetődtek, egy anyafarkas táplálta őket. Végül egy Faustulus nevű pásztor magához vette őket, és felnőttek. Később, miután visszaültették a trónra a törvényes királyt, új települést alapítottak, amely a Róma nevet kapta. Romulus rituálisan kijelölte a városfalak helyét, Rémusz pedig azt átlépte, mire Iker testvére haragjába meggyilkolta. Második testvédjékos Henrik és első kegyetlen Péter Mindketten 11. Alfonsz kasztíliai és Leóni király fiai voltak, de féltestvérekként. Péter volt a törvényes, míg Henrik a törvénytelen trónigénylő. Apjuk halála után Péter került a trónra, de hamarosan polgárháború tört ki, amelyben a siker változó volt. Hosszú évek harcai után Péter egy ízben szorult helyzetéből titokban menekülni akart, amikor fogságba esett. Péter és Henrik között szóváltás alakult ki, amelynek végén Henrik leszúrta Pétert így végül ő szerezte meg a tront. Egyéb iránt mindketten leszármazottai voltak, második András, magyar királynak. Karakalla és Geta Karakalla eredeti neve Lucius Septimius Bassianus volt, de előszeretettel hordott testhez álló csukjás hadiköpenyt, amelynek a neve Karakallus volt. 196-ban Cézár, majd két év múlva Augustus lett, és öcsével, Getával együtt vett részt a britániai hadjáratban. A hadjárat közben halt meg apjuk, Septimius Severus és a légió, a két testvért kiáltották ki császárá. A két testvér azonban harcolt a hatalomért, és végül a pretoriánus gárda merényletet követette Geta ellen, Karakalla megbízásából. Geta súlyosan megsebesült, s bár anyjuk könyörgött fiának, hogy ne ölje meg öcsét, Karakalla az anyja karjaiban ölte meg Getát. Negyedik kedvád és George Plantagenet Richard Yorki Herceg kisebbik fia báványozta Warwick grófot, aki szembeállította a bátyjával. George feleségő vette a gróf lányát, majd szembeszállt a bátyjával, aki legyőzte az árulóvá vált grófot, és fogságba ejtette öcsét. Ekkor még kibékültek, de később újra szembe kerültek egymással. Edward végül lehetőséget adott öcsének, hogy megválaszthassa a halála nemét, és George a borba folytást választotta. Így aztán egy februári napon a herceget belefolytották egy hordó finom madeira borba, a kérésének megfelelően. Attila és Bleda Attila a hunok királya lett, amikor 434-ben a bátyával együtt megörökölte a trónt a nagybátyjától. A rómaiak és a perzsák legyőzése után azonban Attila belefáradt a közös kormányzásba, így 445-ben egy vaddisznó a bátyját agyonlőtte, majd azt állította, hogy vadászbal eset történt. 7. Kleopátra és 13. Ptolemaios Kleopátra folytatta azt a haladó hagyományt, amely szerint feleségül ment az öcséhez, valamint azt is, hogy hatalmi harcot folytatott a testvérével. Végül Kleopátra kénytelen volt Szíriába menekülni, majd Julius Cézár támogatásával visszatért, akinek a szeretője lett. Az öccse hadi úton akarta legyőzni a római hadvezért, amely természetesen Julius győzelmével végződött. Tolemájusz végül belefulladt a Nírusba, de erős agyanú, hogy nem véletlenül hanem Kleopátra parancsáról. Ha újabb videókat szeretnél, kérem iratkozz fel!